Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Muzsikus Rádió hallgatóit, ismét eljött a KED, és mi ismét újra itt vagyunk a stúdióban. Köszöntöm a itt jelenlevő állandó tagjainkat, Jenő Manót, Lakatosné Jutkát, és a technikánál Pap Sakár Csabát. Szevasztok, keresztes Jenő Manó vagyok, ezen a szép keddi esős délutánon mindenkit üdvözlök. Remélem, jól fogjátok érezni magatokat, és érdekes dolgot hallatok majd tőlünk. Szevasztok, Lakatosné Jutka vagyok, remélem, hogy egyre jobban megszokjátok a hangomat, nagyon bekapcsolódtam a rádióba, és remélem, hála hogy Istennek. Jól fogjátok érezni a mai műsorban is magatokat. Igen, csak ismételni tudom, hogy hála Istennek, hogy újra van egy hőtagunk állandó jelleggel, ne csak mi férfiak magyarázzunk itt állandóan, okoskodjunk mondjuk úgy. Na hát én pedig ugyebár vagyok az a bizonyos sokára, hogy a Pap Csaba. Hát akkor... Vezessük fel a műsort, akkor rendesen, akkor Karcsi. Akkor én Kulcsár Károly Kari vagyok, és kezdeném abba, hogy elmondanám az elérhetőségünket, mert ez egy nagyon fontos dolog. A város mindenki @gmail.com, valamint a város mindenki blog.hu, és felhívnák figyelmünket utcajogászunkra minden pénteken, a Blaha Lujza téren, 15-től 17 óráig, jó idő esetén a Tökőkútnál, rossz idő esetén pedig lent a aluljáróba. Hát ahogy elnézem az időt, ha így folytatódik, akkor valószínű, hogy ebből pénteken aluljáró lesz. És átadnám a szót a Jutkának, aki egy... Egy apró hozzáfűzni való van vele, Péter bácsival megbeszéltem, hétvégére jó idő lesz. Ez már pénteken el fog kezdődni. Biztos, hogy benne? Hódzérmű, hogy én akkor fogok főzni. Fográcsolni. Fogadunk egy fagyiba? Hát akár fogadhatunk is. Oké, akkor rendben. Kovák de Jutka. A fogadás megtörtént. És akkor átadnám a Jutkának az oldal, aki ma egy nagyon érdekes témát hozott el nekünk, hogy megkérdezem Jutka, hogy miről fogsz ma beszélni nekünk. Húha, hát a város mindenkinek valóban nagyon érdekes a téma, és nagyon bízunk abban, hogy minden kedves hallgatónknak érdekes lesz a téma. Aki nem tudná, a város mindenki az hajléktalan érdekes jogvédő csoport, és természetesen, hogy minden hajléktalanságot, illetve hajléktalan embereket érintő rendezvényen, kerekasztal beszélgetésen bármin megjelenünk, bárholba felkérnek minket, örömmel megyünk, mert szívügyünk a hajléktalan emberek védelme, és abban a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy bejött az Európai Tanács emberjogi biztosa Magyarországra, és felkérte a város mindenkiét, hogy az aktivistái meséljenek egy kicsit a mai magyarországi hajléktalan ügyről. Hát én azért mondom, hogy szerencsés helyzetbe voltunk, mert... Azt hiszem, hogy nem igazán sűrűn fordul az elő, hogy Magyarországra berobog egy európai biztos, és egyből egy kis civil csoportot szólít meg. Nagyon jól esett, nagy megtiszteltetésnek vettünk, és természetesen örömmel mondtuk neki azt, hogy rendben van. Ott leszünk, elmondjuk, segítjük bármiben, amit kérdez. Úgy indult a napunk, hogy egy hajléktalan ellátó rendszerben működő úgynevezett fapadosra vittük el, ami annyit jelent, hogy este 6-tól lehet bemenni, reggel 8-kor el kell hagyni, ami azonban nappali melegedőként is szolgál később takarítási időszak után. Ez az újpesti népszigeten lévő izolaszálló. Nekem nagyon érdekes volt, mert soha nem voltam még a Dizolán, segítséget kellett ahhoz kérnem, hogy oda kitaláljak. Aztán a Mariannal, Dorsa Marian szövetségesünkkel voltam kint. Marianról is kiderült, hogy neki meg telefonos segítséget kellett kérni, de végül is jól összejött a dolog, mi időben ott voltunk, és nem sokára megérkeztek a vendégek is. A biztos úrral az első beszélgetést és munkatársaival, kísérletével az első beszélgetést az Izola szálló vezetője indította, aki elmondta annak a szállónak a helyzetét. A világ legnagyobb vicce, hogy az a szálló valamikor a Magyar Szocialista Munkáspárt hétvégi nyaralóháza volt. El lehet képzelni, hogy hű de régi épületek, ami azóta sincs felújítva. Elismerte a szállóvezető, hogy sajnos emberhez méltatlan körülmények vannak ott, amiről ő sajnos nem tehet.
sem gazdaságilag, sem egyéb módon nem állnak úgy, hogy a szállót felújítsák. Az egyetlen előnye viszont, hogy egy szigeten van, ahol sokkal kevesebb atrocitás éri a hajléktalanokat, illetve hála Isten, hogy most ott nincs is semmilyenféle atrocitás. A kertetben elég nagy feltudulás volt, mikor meghallották, hogy hajléktalan embereket telepítenek oda, illetve nyitják meg részükre azt a két épületet. Aztán rájöttek az emberek, hogy nincs baj a hajléktalan emberekkel, mert ők is emberek. Az, hogy időközönként mennyire tudják úgy tisztán tartani, hogy festési munkák, meg apróbb szerelések, ezt megoldják hajléktalan embereken belül, olyannyira, hogy többek között a Város Mindenki egyik tagja is, Fekete Nagy Miklós, két évvel ezelőtt ott festett. Tehát nagyon összetart a hajléktalan társadalom, nagyon összetartanak a civil társadalmak, a szövetségeseik, a szimpatizánsaik, ott, ahol tudnak, ott azért a hajléktalan emberek érdekében, megsegítésére, ahhoz, hogy jobb körülményeik legyenek, igen, beszállnak a munkába ingyen is. Amit még elmondott, hogy a kertes kertetben nem volt korhoz kötött a átmeneti, illetve a éjjeli menedékhely, csak hát most már kénytelenek voltak a korosztályt egy kicsit rendbeszedni. Egyre jobban elhatalmasodott a fiatalok körében a drogozás, ami ugye rontotta a szálló szellemét. Szépen lassan kénytelenek voltak 35 év feletti férfiakat fogadni, és összesen 46 főt fogad ez az intézmény. Ami viszont nagyon jó, és amilyen rendszeresen visszatérő hajléktalan embereik vannak, amiért szeretik ezt a helyet. Nagyon-nagyon kevés az a szálló, ahol, hát mit ne mondjak, részeg állapotban be lehet menni. Ide be lehet, olyannyira be lehet, hogyha valamelyik hajléktalan ember igazándiból nem akar betalálni, besegítik, akár be is viszik. Megfogják és beviszik. Ami ugye megint csak arról beszél, hogy bocsánat, a civil életben is vannak mentálisan beteg emberek, és érdekes módon őt is hazaviszi a családja, ha megtalálja. Természetes, hogy a hajléktalan emberek között is előfordulhat, és akkor nem hagyják magára. Ez egy hatalmas eredmény egy olyan szállótól, ami ugye a hajléktalan emberek ellátására van, de nem köteles alkoholos állapotban plusz segítséget nyújtani felé. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy nagyon tisztességes eljárás a szállás vezetésétől. És a szállóvezető úr ugyan pedzegette, hogy nem csak a szállólakók, hanem általában a Magyarországon élő hajléktalan emberek milyen hátrányokat szenvednek, mert ugye ahogy a szállóvezető úr mondta, a normatíva megítélés miatt károsulnak a hajléktalan emberek. Viszont nem tudta részletesen kifejteni, mert hát szóval kérdez felelek, ugye tolmács segítségével, és itt elakadt ez a mondat. Aztán a küldöttség megnézte magát a szállót. Én nem mentem körbe. Elég sokan voltak ahhoz, hogy ott furakodjak utánuk, tehát én nem tudok a szálló belső rendjéről, életéről, helyzetéről bármit is mesélni. Azt tudom, hogy amikor körbe járták a hajléktalan emberek alvóhelyeit, utána beszélgettek egy ott pont akkor ott lévő hajléktalan emberrel. Érdekes volt, mert megkérdezte a biztos úr, hogy hogyan került ebbe a helyzetbe. Ha akarja, elmondja, ha akarja, nem. Nem kötelező. Mit üzen a kormánynak? Mit üzen a városvezetésnek? És mit vár a jövőjétől? Ezek után kocsikba szálltunk, tűnik a Város Mindenki munkacsoport döntése alapján úgy határoztunk, hogy biztuk a témákat is magunkkal, amit mindenféleképpen az Európai Unió biztos elé szeretnénk tárni, ami fontos a hajléktalan emberek részéről. De kivisztük őt egy olyan kunyhóban élő családhoz, akik az AVM megsegítésével maradhattak kunyhóban, jelenleg még. És akkor tapasztalhatja a biztos úr is azt, hogy hát szóval a kunyhósok elleni törvény egy kicsit durva.
Úgyhogy amíg mentünk a családhoz ki, én nem hagytam békén a témákat. Két tolmács állt a rendelkezésemre, és nem győzték váltani egymást. A város mindenki öt legfontosabb gondját vitte magával. Az egyik a szabálysértési törvény, a másik a kenyszi rendszer, a harmadik a kunyhorsok ügye, ugye pont kunyhorsokhoz mentünk, a negyedik a gyermekelvétel ügy Magyarországon, és az ötödik és az egyik legfontosabb a lakhatás Magyarországon. Elkezdtem mesélni a szabálysértési törvényről, elmondtam, hogy ugyan 2012-ben az Alkotmánybíróság már egyszer eltörölt egy szabálysértési törvényt, mert jogellenesnek, alkotmányellenesnek ítélte, és akiket akkoriban ezen a jogtémán megbüntettek, ők kötelezték az államot a büntetések visszafizetésére. Szeretném elmondani, hogy ez a város mindenki munkájának az eredménye volt, és hatalmas öröm volt, amikor kimondta az Alkotmánybíróság, hogy bocsánat, innentől kezdve több nincs szabálysértés hajléktalan embereknek, illetve nem az a forma szabálysértés, amit akkor kitalálta Orbán KDNP kormány. Csak hát kedves kormányunk és a városvezetésében nem nyugodott bele, és mégis, hogy nekik legyen igazuk, az alaptörvény negyedik módosításával beírták az új szabálysértési törvényt, és korlátozták az Alkotmánybíróság jogkörét, hogy még egyszer ezt a törvényt ne tudják eltörölni. Elmondtam azt is, hogy már az első szabálysértési törvény, illetve ennél a szabálysértési törvény meghozatalánál rögtön beírták azt, hogy a világ örökségi részeken hajléktalan emberek nem tartózkodhatnak. Ez ugye jelenti a Budai várat, a Dunakorzót, a belváros, ami egy hatalmas nagy terület, a Margit szigetet, minden olyan részt, ami amúgy az UNICEF-hez, vagy a, igen, az UNICEF-hez tartozik. És ezen felül a főpolgármester úr felszólított minden helyi önkormányzatot, hogy jelöljék ki a hajléktalanmentes övezeteket. Magyarul minden kerület akkora és olyan területet jelölt ki, amilyent akart, ahol nem akart látni hajléktalan embereket. Így lett az, hogy bármilyen jármű megállója, tehát hév, vonat, villamos, busz, bármilyen jármű megállója tiltott hajléktalan embernek tartózkodásra, életvitelszerű tartózkodásra, hidak, aluljárók, a hozzávezető utak. Akkor vannak olyan szociális részek, hogy óvodák környéke 50 méteres körzete, egészségügyi intézmények 50 méteres körzete, játszóterek 50 méteres körzete, tehát égtelen megszorításokkal született meg kerületi és országos szintű polgármestereink asszisztálásával, sőt van egy kerület, ami az egész kerületet lefette hajléktalanmentes övezet címen. Érdekes módon ez egy MSZP-s polgármester, úgyhogy gratulálunk neki. Elmondtam azt is, hogy a szabálysértési törvény kapcsán ahhoz, hogy ténylegesen büntetni lehessen, tehát a büntetés folyamatosan gördüljön, a magyar kormány az elmúlt évben, 2013 évvégén, egész januárig több mint 60 milliót költött arra, hogy felállítsa a helyi hatóságokat, ami a szabálysértési hatóság. Kijelölt helyet arra, hogy a hatóságoknál, ugye ha muszáj elszállásolni a hajléktalan embert, mert éjszakában nyúló az előállítás, akkor legyen hol. Érdekes módon Budapesten pont a Mátai Szerzetszolgálat kapta meg ezt a nemes feladatot, amit a város mindenki nem értett, mert egy hajléktalan ellátó szervezet segítséget nyújt a hajléktalan emberek büntetése mellett. Bocsánat, én most tényleg próbáltam itt azért egy kicsit visszafogni magamat, de hát nem állom meg kérdések nélkül. Szóval most ugyanott vagyunk, mint ahol eddig, közel két évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag még mindig van egy hajléktalan ellátó szervezet, hát sajnos nem egy van, de egy ominózus van, aki gyakorlatilag nem, hogy nem tesz semmit a diszkrimináció ellen, hanem még asszisztál is hozzá.
Azt tudnod kell, Csaba, hogy azóta a Mátai Szeretett Szolgálat, a Magyar Mátai Szeretett Szolgálat visszaadta ezt a feladatot. Igen, de nem első ízben volt az, hogy gyakorlatilag kiszolgált ezt a lehetetlen abnormális törvényt. Hát igen, sőt, én úgy érzem, tudni kell személyesen rólam, hogy én a Magyar Mátai Szeretett Szolgálathoz tartoztam, mint gondozott hajléktalan. Hát bocsánat, kérek, hogy most akkor tényleg így beszélek róluk, de sajnos ez az igazság. Igen, hát én sem vagyok megelégedve az ő szolgáltatásaikkal, mint hajléktalan ember, és mint aktivista meg, hát mit nem mondjak, megdöbbentem, hogy csinálták eleve ezt a... felvállalták ezt az ügyet a hajléktalan emberek büntetése. És hát az igazság, hogy már ennél csináltak egyébként faramoci dolgot is, mert például volt ennek, amikor az utcán élőket szabadon fenyegették, hogyha most nem jönnek be, akkor onnantól kezdve semmilyen ellátást nem kapnak tőlük. Figyelj, furcsa megjegyzések voltak már a Málta részéről. Nem igazán a megjegyzésekkel törődünk, legalábbis a város mindenkié nem, hanem a tettekkel, és tettek is voltak már furcsák. Ennek ellenére, vagy pont ezért érezzük úgy, hogy mi azért vagyunk, hogy ha vannak emberkék, akik ellenünk lépnek, akkor mi meg tudjuk védeni a hajléktalan embereket többek között az ellátórendszer hibáitól, és már pedig a Magyar Mátai Szeretett Szolgálat egy ellátórendszer. Igen. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy Tessa könyvét olvasván, talán az utolsó fejezetben van arról szó, hogy jelenleg Magyarországon az ellátórendszer és az ellátórendszer intézményei végső határhoz értek, tovább nem lehet menni, tulajdonképpen megreformálni ezt a rendszert nem lehet, itt radikális változtatásokra lenne szükség. Annak idején, amikor az ellátórendszer kialakult, tudjátok, a 80-as években kezdték ezt kialakítani, azok az emberek szervezték ezeket az ellátórendszer intézményeket meg, akik igen keményen kiálltak a hajléktalanság mellett, utána intézményesült az ellátórendszer, az ellátórendszer vezetői, dolgozói a régi baloldali barátainkból kerültek ki, de mivel az ellátórendszer az államtól és az önkormányzattól végtelenül függ, így tulajdonképpen egy belső reformot már nem tudnak megváltoztatni, mert kimerültek azok a lehetőségek, amik valamilyen módon tovább tudnak vinni a hajléktalanság problémáját és a hajléktalan embereknek a kiútját ebből a dologból. Erre a példa ez a máltai ügy, amit az előbb említettetek. Egyébként azt is tudni kell, ti tudjátok, hiszen ebben dolgoztok velem, hogy ma a hajléktalan ellátás az egy ördögi kör, nincs kiléptető rendszere, illetve vannak próbálkozások, akadnak, akik valamilyen programba bekerülve ugyan kikerülnek, de ahhoz a nagymérvű létszámhoz képest, ahányan vagyunk, semmit mondó, és pont azért lenne szükség arra, hogy igenis a kormány végre szakemberek segítségével kidolgozzon, kitaláljon egy hajléktalan ügyi stratégiát, hogy minden hajléktalan ember, ha lassan is, de ki tudjon ebből az életmódból társadalmi segítséggel lépni, tehát ezért kellenének a szociális bérlakások, és nem beraktározni, betokosítani őket olyan szállókon, amik némely kritikán aluli. Ezek után a problémák után, a szabálysértési törvény után kezdtem el beszélni arról a kencérrendszerről, amiről a vezető úr, az itt a vezetője bővebben nem tudott már mit mondani. Elmeséltem, hogy van egy jogszabályi alap nélküli gyakorlat, ami annyit jelent, hogy regisztrálják a hajléktalan embereket, és amiért nem igazán megfelelő, mert úgy fizetnek az ellátórendszerek után, hogy egy hajléktalan ember egy nappali melegedővel egy szolgáltatást vehet igénybe. Igen, hát én mertem remélni, hogy érted, hogy mit mutogatok, és akkor te felkonferálod azt, hogy akkor most zene következne. No, hát zenélni fogunk, hát viszont szólni fog az nem lesz más, mint egyébként Zalatnai Sarolta. Hát, Fekete Beat, Black Beat.
kinek hogy esik jobban, mert ugyebár kettős elnevezése van a számnak, eredetileg angolul nevezték el, de aztán mégis csak magyarul került jobban, inkább ismerti. Na hát ez a felvétel fog most szólni, utána természetesen még vissza jövünk, és folytatjuk akkor ezt az élménybeszámolót. Jó? Nem hallok. Akkor sem hallok. Jó, azt kértem, hogy amikor elindítod a zenét, létszébez úgy rak már fel a hangot, hogy én is halljam. Rendben van, elintézzük a stúdióbeli hangokat, és jól van. És akkor ezután a cíni szám után folytatjuk. Ugye ott tartottam, hogy a Kenci rendszer, a regisztrációs rendszerről kezdtem el beszélni. Ezzel kapcsolatban még elmondtam azt is, hogy a legszomorúbb az, hogy nem tartósz a és nem átlátható a nyilvántartás, nagyon hamar letörlik, tehát hiába szeretnénk kikérni hivatalos adatkikérés alapján bármit, nem igazán sikerül, mert már letörölték. Ami még szerintem nagyon szomorú, hogy az ellátórendszer némelyik szocmunkása csal, még ki sem nyitotta nappali melegedő, de már be van regisztrálva a hajléktalan ember, ami ugye annyit jelent, hogy egy másik ellátó, ha nem kap normatívát a hajléktalan ember után, vagy nem engedi be, közül bele, hogy ő már besárgult, vagy ugyan beengedi, de akkor azzal kell számolnia, hogy neki nem számolnak el az hajléktalan ember ellátása után semmit. Én azt hiszem, hogy ezek a bizonyos csalások elsősorban abból adódnak, hogy fenn kell tartani minden olyan nappali melegedőt, minden olyan ellátóhelyet, ami a hajléktalan emberek érdekeit szolgálja, de mivel csak az első bejelölésre fizet az állam, kénytelenek versenyezni az abba, hogy ki mikor nyom rá egy-egy hajléktalan ember adataira, hogy bejelentkezett, különben előbb-utóbb ott fognak kikötni, hogy tönkre mennek. Szomorú tény, hogy egyszerűen nem érti meg az állam, hogy a hajléktalan embereknek ugyanolyan jogaik vannak, mint a civileknek, csak sokkal rászorultabbak. Szükségük van a mosásra, szükségük van a munkahelyi keresésre, szükségük van, mit tudom én, csomagmegőrzésre, jó lenne valahol enniük is, igen, vannak olyan helyek, ahol kapnak, de mindezek a sok-sok apró ügyintézéstől kezdve, apró dolgok, amik szükségszerűek a hajléktalan embereknek, nem találhatók meg egy helyen. Tehát kénytelenek egy nap több ellátóintézménybe elmenni, aztán vagy sikerül, vagy nem. Én azt is szomorúnak tartom, hogy az mellett, hogy rendszeresen csökken a hajléktalan ellátásra fordítható összeg aránya, még úgyis kitolnak az ellátó rendszerben dolgozó nappali melegedősökkel, vagy az éjszakai menedékhelyen, aki szintén tud mosást vagy bármit adni, hogy amennyiben már sárga jelölésű hajléktalan embert vezet újra föl regisztrációba, ettől nem kapnak utána pénzt. Hát elég durva. Közben megérkeztünk ahhoz a kunyhos családhoz, akiket úgy ismertünk meg, hogy fenyegetve voltak kunyhóbontás miatt. Hála Isten most ott tartanak, hogy egyelőre csend, nyugalom, béke van körülöttük, és úgy éreztük, hogy a biztos úrnak és a munkatársainak mindenféleképpen kell találkozni egy ilyen családdal. Tudnélik, direkt nem mondtam a szabálysértési törvénybe, mivel a kunyhos ügyhöz kapcsolódik. Magyarországon ma Pintér Sándor belügyminiszter javaslata alapján a kunyhóépítés is, tehát az engedély nélküli kunyhóépítés és szabálysértés, illetve akár elzárással büntethető szabálysértés. És ami még ehhez tartozik, lopás vétségének számít ma Magyarországon lomtalanításból felvett bárminek, bármilyen tárgynak, eszköznek az elvitele, ami szintén akár elzárással is büntethető, holott a kunyhóban élő emberek javarészt lomtalanításból tudták összehordani a kunyhóikhoz a kis csetle-botle dolgokat,
és a hajléktalan embereknek nagyon nagy része él meg ma is önállóan, akár kukázásból, akár lomtalanításból, ami ma büntethetővé tesz minket. Nagyon-nagyon szép helyen voltunk én. Nem akarom dicsérni tündélyeket, de én még olyan tisztaságot kunyhó körül nem szörül láttam. Pedánszan hatalmas, széles, nagyon-nagyon hosszú út, pedánszan eltakarítva, összesöpörve, mindennek megvolt az udvarukon a helye, külön voltak azok a fémek, amiket begyűjtöttek, hogy amikor lehet elvigyék akár a mélybe, akár a fémdobozokat átvevő helyre, külön voltak az állatoknak a részei, gyönyörű kutyáik voltak, édes több kis tiszáik voltak, rendezett, nagyon-nagyon szerény, de rendezett tiszta kunyhójuk volt, és Tünde szépen elmesélte azt a helyzetet, hogy hát hogy ismerte meg a város mindenkiét, ugye, mert fenyegetve volt azzal, hogy elbontják a kunyhójukat. A biztos úr tőle is megkérdezte, hogy mit üzen a hatalomnak. Tünde azt kérte, hogy emberként nézzenek ránk, azt kérte, hogy a sok üres lakást szánják rá az ilyen nyomorultakra, mint mi vagyunk. Azt kérte, hogy próbálják azt megérteni, hogy nem rendészeti eszközöket kell bevetni, hanem segíteni kéne abba, hogy kijussunk ebből a helyzetből. Mondja Csaba. Fejezd be, utána majd lesz kérdés. És amikor azt kérdezte Tündétől a biztos úr, hogy mit remél a jövőtől, akkor azt mondta a Tünde, hogy sajnos sokat nem, de azt igen, hogy legalább itt, ebben a maga épített kis semmikunyhójába végre béké hagyják. Igen, ez örök probléma egyébként különben, és hát legjobban az ütöttem meg a fülemet, amikor te azt mondtad, hogy meglepő, hogy, hogy kunyhó körül ekkora tisztaság van. Hát én azért kicsit visszagyalogolnék jócskán az időben, amikor még ugye nem csak hogy sem vezetékes gáz, sem vezetékes villany nem volt, hanem még jobb esetben vezetékes víz sem volt, akkor bizony az emberek valahogy megéltek. És akkor is volt bizony olyan hely, ahova az ember amikor belépett, akkor bizony le kellett, hogy vegye a csizmáját. Már elnézést kérek. Csaba, én nem egy általános családképet alakítottam ki, hanem a mai hajléktalanokra ráfogott erdőképet. Értelek én, de attól függetlenül, hogy az embernek szomorú sorsa van, attól függetlenül még lehet igényes a környezetére. Csak most bocsánat, hogy egy picit kötözködök, vagy, és megint az ördög ügyvédjét játszom. Tehát azért mondom, megint nem érted, mert én olyan erdőképről beszélek, amikor a hajléktalan emberekre verik rá az ott található korszt. Ja, tehát ez... a gumitól, a tégla, meg a sithalmokig mindent. Ja, az... Itt ez se volt, mert eltisztították azért, hogy őket ne bántsák. Így már érthető. Hát igen, ez ilyen szempontból meg a másik oldal meglepő a dolognak, és ez nem egyedülálló példa, mert Kispesten például az első akciója az AVM-nek, az pontosan egy ilyen akció volt, amikor kipucolták azt az illető erdőhelyet, ahol hát a mai napig is hát lehettek volna, de most már éppenséggel picit amarrébb vannak, nem azon a szent helyen, de ugyanabban az erdőben élnek hajléktalan emberek, és ugyanúgy kunyhóban. Szóval azon csodálkozok én is, amikor azt mondják, hogy hajléktalan szemetelnek. Na most könyörgöm. Egy hajléktalan embernek például az építkezési törmelékhez és a gumiabroncsokhoz ugyan mi köze van. Mert azt, hogy a műanyag flakonokat meg egyéb ilyen kommunális szemetet találnak ott a kunyhó környékén, hát azt mondom, hogy az még elképzelhető. Nem biztos, de az még elképzelhető. De amikor gumiabroncsot, és nem egyet-kettőt, hanem több százat dobálnak ki oda az erdőbe. Hát könyörgöm, hát ha olyan sok pénze van egy hajléktalan embernek, hogy gumiabroncsokat dobáljon kifele, hát akkor valószínűleg nem az erdőbe lakna. Annyit fűznék hozzá a gondolatotokat, amit elmondtatok, hogy igen, ez probléma. Mi a kunyhólakók világtalálkozóján mindig felhívjuk az ott megjelent kunyhólakókat, hogy nagyon vigyázzanak a környezetükre. Tehát minden lehetőséget kihasználnak, hogy belekössenek a kunyhólakókba. Tudjátok, nagyon
hivatkozhatnak egészségügyi szabályok megsértésére, tűzvédelmi szabályok megsértésére. Például tudjátok, hogy nagyon sokat segítettünk, a kutyák kapjanak csipet, és a kutyák be legyenek oltva. Mert ebbe is beleköthetnek. Beleköthetnek millió dologba, és ittól voltatok, itt tulajdonképpen tuti frankon minden rendben volt, tehát semmiféle módon nem köthetnek ezekben az emberekbe, legfeljebb abba, hogy kunyhójuk van. És ez a szemétség, hogy abba egy rendezett otthont, mert otthonnak tekinthető a kunyhó, te nagyon jól tudod, Jutka, hogy egy kunyhó az egy otthon, amit a saját kétkezeteket csináltátok ti is meg, a többiek is, a csodálatos rend és a benti létet megteremtettétek, ez egy otthon, tehát ez megtámadni olyan alapon, hogy ez egy kunyhó, ez valami elképesztő. Ennyit fűznék hozzá. Igen, sajnos így van, hogy akárhogy igyekszünk magunknak egy családképet felállítani, akárhogy igyekszünk úgy önállóan megélni, hogy nem életvitelszerűen tartózkodunk utcán, hanem ugye azon a területen, amivel felhúztuk a kis kunyhónkat. Valahogy a kormánynak sehogy nem tetszik, mert nem tud beerőszakolni minket abba a szállórendszerbe, ami hát mit nem mondjak, javarésze kritikán aluli. De azért folytatnám, tehát a kunyhósoktól, mikor elbúcsúzott a bizottság, visszafele jövet, azért sem hagytam békén a munkacsoportot, tudnélik. Még mindig volt két témánk, amit vittem, és ha már az ábrám elhatároz valamit, hogy azt megcsinálja, akkor azt véghez is viszi. Szegény tolmácsokat sajnálom, mert hát szóval mit nem mondjak, hol az egyik, hol a másik váltott gyorsan. Erőteljesen gyakoroltak, mert pergően beszéltem, hogy mindenre sor kerüljön. Visszafele úton beszéltem arról a gyermek elvételről, ami a mai magyar jogszabályok szerint úgy van, hogy szegénység miatt gyermeket családból kiemelni nem lehet. Ez törvény. Ugyanakkor kedves gyámhatóságaink simán kiemelik a gyerekeket. Én hallottam olyanról egy gyermekelvételi beszélgetés kapcsán, hogy például az volt ráírva, hogy a gyereknek nincs iskola asztala, íróasztala. Miről beszélünk? Miről beszélünk? Hát ez ürügynek jó, de jogszabályban kicsit röhelyes. Amit még szeretnék elmondani. Igen, de ebben nem állom meg, hogy megint benne szóljak. Igen, ez a múltkor is felvetődött, és én csak ismételni tudom magamat. Jogszabályban 4 kritérium van a gyermekvédelemre. Megfelelő étkeztetés, nyugodt biztonságos otthon, ez nem feltétlenül a saját tulajdonú kell, hogy legyen, jelzem, mielőtt bárki bármit is gondolna, iskoláztatás és megfelelő orvosi ellátás. Ennyi. Most nem az a kettő fülérért, én ebben az íróasztalt sehol nem. Még csak áthallás alapján sem hallom. Mert az iskoláztatáshoz nem tartozik hozzá egy íróasztal. Nekem sem volt, mégis kitanultam az iskolát. Viszont, ha annyira el akarják valahonnan benne a gyereket, megtalálják az okot és a dörügyet. Na, pont ezért kezdtük el, pontosan a város mindenki női, hanem csoportja, ezeket az ügyeket felkarolni, ezekért az ügyekért dolgozni, ezeknek a családoknak messze menőlegesen segíteni. Itt is azt érezzük, hogy először is nagyon kevés a női, illetve a családi férőhely, tehát ha valamilyen család bajban is kerül, nem tudják hova elhelyezni őket. A családok átmeneti otthonában hónapokig tartó sorban állások vannak, sajnos szinte mindig tömítve vannak, és ugye mivel csak utcára kerülhetnek, nincs hirtelen elhelyezési lehetőség, hát gyorsan kiemelik a gyereket, a szülők meg menjenek hajléktalan ellátórendszerbe. Ami, hozzáteszem, a logikán kívül és a szíven kívül, ami nincs, égtelen nagy marhaságnak tartom, mert ha utána számolunk, hogy egy gyereknek egy évi ellátása állami gondozottként mibe kerül, valamint a két szülő ellátása, hajléktalan ellátó rendszerét
számolások szerint mibe kerül. Hát én inkább odaadnám a családoknak azt az összeget, amire rá vannak utalva, hogy átsegítsem őket azon a krízis helyzeten, hogy a lakhatásukat meg tudják tartani, mint hogy évekig tartsam sokkal több pénzért, és szétszakítsam őket. Igen, egyrészt nagyon jó, hogy felhozta ezt az anyagi dolgot. Én egy picit azért az érzelmi oldaláról is így párhuzamosan így azért hozzátennék valamit. Hát akármennyire is jólétben nevelkedik fel egy gyerek, nem hiszem, hogy a szülői szeretetet tudnák pótolni bármivel is. Egyik ez. Kicsit bajba vagyok, mert kaptunk olyan kritikát, én sokszor sztorizok magamról, de hát is nem hozzá kell tenni magam példájából. Például mondjuk azt én, hát az igazság, hogy csonka családból származom, mert még egészen kisgyerekként édesapám még elváltak. Tehát édesanyám úgy gondolta, hogy itt ennyi elég is volt. Nagyjából fogott négyünket, és szépen hazaköltözött a szülői házhoz. Nekem egy picit nagyon is hiányzott a apai gondoskodás. Olyan szempontból, hogy bizony-bizony néha, amikor úgy nevelő jelleggel úgy tudott velünk foglalkozni, akkor azokat nekem érdemes volt úgy visszaemlékezni rá és megjegyeznem. Na most, ha állománygondozásba teszünk egy gyermeket, úgy őszintén, szépre jóra kineveli. Lehet, hogy rátalál magától a jó útra, és arra az útra, ami előbb-utóbb egy egészséges, normális család centrikus emberré teszi. De nagyon ritka. Abszolút. Nagyon ritka, amikor saját magától rá tud erre találni. És nagyon nehéz is. Mert hogy gyakorlatilag nem azt látja, egész kicsi gyerekként nem azt látja, hanem az, hogy összeengednek egy csomó nevetlen gyereket, köztük őt is, és akkor tulajdonképpen egy vasszigorral, mondhatni, hogy drákói szigorral egy nevelő próbálja őket kordában tartani, mert másképp nem megy. Hát értelemszerűen, hogy is mehetne? Hát most ne haragudj. 30-40 gyereket, vagy akár több gyereket is, egy-két nevelő, hogy a fészkes fenébe tudna másképp megnevelni, mint hogy ténylegesen akár fenyítéssel. Másképp nem is menne. Elnézést. Ja, és még az anyagi oldalról egy picit, amit te is említettél, hogy igen. Ez régóta veszőparipánk, hogy bizony-bizony, hát akárhogy is nézzük, még ha csak azt veszük alapul, hogy hát mondjuk, hogyha valaki úgy jár, hogy éjjeli meleghely és nappali melegedő, akkor egy kicsit drágában jön ki, akkor számos inkább az átmeneti szállót, mert az egyszerűbb lesz. Ez nagyjából napi 3000 forintos majdnem annyi, van ahol egy kicsit kevesebb a kvóta, de nagyjából annyi jut egy főre naponta. Osszunk, szorozzunk, ezért kaját nem kap. Csak egy ágyat, vizet, főzési lehetőséget és egyéb ilyen dolgokat biztosítanak neki. Papírforma szerint azon kívül még, hogy mit, azt nem tudom, mert nem látok bele, de akkor most osszunk, szorozzunk, napi 3000 forintból, hát én kényelmesen akár még egy kisebb albilletben is meg tudnék élni. Mert az akár is nézzük, az 90 ezer forint készpénz. Ennyi? Akkor köszönöm szépen, a megelőzés aztán jobb volna. Mielőtt még valaki alól kicsúszik a talaj, akkor egy kicsit megsegítjük, hogy ugyan már ne vetítsd a lakásodat. Légy szíves. Akkor maradj már a saját lakásodba, azt akkor négy az állam nyakán. Nem? Nem egyszerűbb volna? És akkor még ehhez azt fűzném hozzá, hogy nem elég, hogy szétszakítják a családokat, mert hát ugye a mai gyermek és családbarát kormány, ez a híres keresztény Magyarország, ez a kilakoltatások kapcsán csak ennyit tud, hanem egy égtelen ördögi körbe zavarják őket, tudnélék, hiába szeretne újra szociális bérlakásba jutni, szociális bérlakást addig nem kap, amíg nincs vele a gyerek. Márpedig a gyerek intézetben van. Az intézet viszont nem adja ki addig a gyereket, amíg nincs lakás. Mi van? Hajrá, családbarát Magyarország! Amiről én még beszéltem, az a lakhatás. Köztudott, hogy Magyarországon nincs törvénybe iktatva a lakhatásunk, de nem csak a miénk, az egész országé. Mi Magyarországon nem vagyunk lakásszegénységben, ezt tudni kell. Az a baj, hogy olyan piaci árakon vannak
lakások, amit a mély szegénységben élő, illetve a hajléktalan emberek nem tudnak megfizetni. A szociális bérlakás rendszerünk viszont 2-3%-ra visszacsökkent. Az a szomorú, hogy miközben tudjuk a város mindenkié, hogy Magyarországon közel 500 ezer lakás áll üresen, ebből Budapesten körülbelül 12 ezer. Egyszerűen az a divat, hogy emberek halhatnak meg többek között az utcán, de a lakásokat nem nyitják ki. A város mindenki egy kismillió lehetőséget próbált már erre kikeresni. Írtunk leveleket, kértünk kerekasztal beszélgetéseket, megpróbáltunk észérvekkel hatni, elküldtük a város mindenki egy kidolgozott ötleteit, megpróbáltuk meggyőzni az illetékeseket, de hát a hatalom szóba se állt velünk. Volt, amikor demonstrálni kényszerültünk. Volt, amikor házat elfoglalni kényszerültünk, csupán csak azért, hogy figyelemfelkeltő legyen az akciónk. Vegye már észre mindenki, hogy van olyan lakás, ami a rászoruló szegény embereknek otthona lehetne, csak a kormány nem hajlandó ezt átadni, illetve a városvezetés sem. De közben érdekes módon van sikerélményünk is, mert ugyanakkor a kőbányai alpolgármester úrral sikerült kialakítanunk egy olyan kapcsolatot, hogy Kőbányán a Kunyhóban élő hajléktalan embereknek először próbaként felajánlott két lakást, tény és való, hogy felújítási kötelezettséggel, és a város mindenki a Habitat for Humanity-vel összefogva, építőtábor segítségével ragyogóan rendbe hozta ennek a két embernek az otthonát, és mikor látta az alpolgármester úr, hogy ez működőképes, igen, a hajléktalan emberek is képesek lakhatásban normális emberként élni, továbbítta a programot, idén megint adott két kunyhós családnak egy-egy kis felújítandó lakást, hála Isten már ők is beköltözhettek, ugyanígy körös összefogással lett rendbehozva az otthonuk, amit mi úgy hívunk, hogy az első lakhatás. Most minden célunk az, hogy ezt elterjesztük először ugye Budapest 23 kerületében, megpróbáljuk meggyőzni az illetékeseket, hogy el kell jönni, meg kell nézni azokat az otthonokat, meg kell nézni azoknak a szerencsétlen hajléktalan embereknek az akaratát, hogy végre otthonhoz jutottak, és ha törik, ha szakad, mindenféleképpen megtartják. Reméljük, hogy szót fogunk érteni. Úgy halljuk, hogy azért van érdeklődés, ezután a projekt után jó lenne. Természetesen majd országosan is szeretnénk ebbe jól belelobalni a önkormányzatokat. És természetesen, hogy ezzel egyidejűleg szeretnénk azt, hogy a lakhatási támogatásokat megnöveljék, mert amit ma Magyarországon kap egy család, az közröhely tárgya, egy család havi 3000 vagy 4000 forintot, ez a család létszámától függ. Most aki ezt kitalálta és aláírta, hát gratulálok, remélem, hogy ő is ennyiből tartja fönn a lakását, de én úgy tudom, hogy miközben Budapesten lakik a saját otthonában, addig 120 ezer forint lakhatási támogatást vett föl. Na, ezért nem jut nekünk. Hát igen, ez már kőkemény politika. Még talán egy mondat ahhoz, hogy aztán pedig, helyjában mutogatok én itt, és mindegy. Aztán pedig lassan lezárjuk a műsort. A lakásállományról csak annyit, hogy igen, lakás az volna, és abban is igaza van az önkormányzatoknak, és a fővárosi önkormányzatnak is egyébként, különben, hogy nagy része nagyon pusztulat. Hát akkor én erre viszont azt mondom, hogy talán nem több 10 milliárdokért kéne stadionokat emelni. Talán nem. Most ez, és ezt nem csak azért én mondom, mert én abszolút nem vagyok futball hívő, sőt, teljesen más vagyok. Igen, megint magamról beszélek, de nem érdekel. Most ez így jött ki a lépés, ennyi, hanem az az igazság, hogy tehát a mai magyar futballnak én stadiont nem emelnék. Hát gyerekek, először is tanuljatok meg játszani. Először is annál sokkal fontosabb dolgok vannak, az ország mondjuk úgy, hogy nyakikül az adósságban,
mert még mindig nyakig ül az adósságban. Az emberek létszínvonala az mondhatni, hogy hát egészen mélyen az a bizonyos kétértőnek a hátsó fertája alatt van legalább 2 kilométerrel, ez biztos. Így van. Úgyhogy talán mégsem az kellene, hogy ilyen csilibili stadionokat emeljünk, és pláne nem egy 2500 fős falunak, egy 4500 fős fogadóhelyes stadiont, talán, esetleg is, akkor szerintem mindenki tudja, hogy mire célzok. Na de ennyivel szerintem zárjuk is le a műsort. Még talán nekem eszembe jutott még egy téma, az is például, hogy milyen dolgot, hogyha valaki dolgozik, esetét után nem mehet be a déjjel menedékhelyre. Csak hogy erre a témára már most nincs időnk. Igen, akkor igen, ez is megérne egy misét. Meg fog érni. Ígérem, hogyha ezt beteszed a jövő heti műsorba, akkor el is beszélgetünk. Akkor egy kérdésem lenne még a Jutkához. Azt szeretném megkérdezni, Jutka. Hogy kérdez? Pedig ez egy fontos kérdés lenne, hogy azt szeretném megkérdezni tőled, hogy szerinted ennek a DAO biztos látogatásának lett valami kézzelfogható haszna a hajléktalan emberek szempontjából? Láttál esélyt? Én hiszem, hogy lesz. Nagyon akarom hinni, hogy lesz. És még jobban akarom hinni, hogy lesz. Ez a hajléktalan emberek érdeke. Ez egy nagyon jó végszó volt, akkor szerintem mai műsort befejezhetjük. Gondolom, majd egy zenével fogunk elbúcsúzni. Ez legyen meglepetés. Gondolom, te meg ki is választottad a zenét. Én már kiválasztottam, de előtte a kötelező köröket fussuk le. Úgyhogy reméljük, hogy jövő héten is hallgatnak minket. Én Kulcsár Károly Kari voltam, és búcsúznak a többiek is. Keresztes Jenő voltam, remélem, hogy nagyon sok érdekes dolgot hallottatok itt Jutkától a biztossal kapcsolatban. További szép délutánt kívánok nektek! Aki ma a legtöbbet magyarázkodott itt, az Lakatosznő Jurka. Köszönöm, hogy meghallgattatok, szevasztok! És még mindig jön a kötelezőkörnek az a tipikus része. Igen, még elmondom elérhetőségeinket. A város mindenkié, kukat.gmail.com, a város mindenkié, blog.hu, és felhívnám figyelmünket utcajogászunkra minden pénteken a Blaha Lujza téren, 15-től 17 óráig, jó idő esetén a Szökőkútnál, rossz idő esetén pedig lent az aluljáróba, de ugye Saba azt ígérte, hogy hétvégére jó idő lesz.